Egy csepp használt sütőolaj élővízbe kerülése 1000 liter vizet szennyez be. Hatalmas károkat okoz az élővilágban, fontos tehát, hogy ne a lefolyóba öntsük az olajat. A gyűjtéshez legpraktikusabb egy befőttes üveg, ami többször is hasznosítható. De maga a gyűjtést végző cég is piacra dobott a kampány kezdetén kifejezetten erre rendszeresített gyűjtőkannákat. Ezt a használt zsiradékot lényegében bármilyen edényben leadhatják, ez lehet mondjuk egy befőttes üveg, vagy valamilyen műanyagüveg. Én például személy szerint befőttes üvegbe szoktam gyűjteni, és mindenkit arra bíztatok, hogy használja újra ezeket az edényeket, tehát amikor átadják ott a kollégának a töltőállomáson, aki ugye betölti egy nagy tartályba, egy gyűjtőtartályba ezt a használt zsiradékot, akkor nyugodtan kérjék vissza, és többször is hasznosítsák ezeket az üvegeket. Összegyűjtjük ezt a használt sütőolajat egy nagy tartályban. Az a fontos, hogy lakosság, tehát emberenként mondjuk maximum 10 litert lehet bevinni, és más hulladékkal vagy vegyszerrel ne legyen szennyezett az a sütőolaj, amelyet leadnak a töltőállomásokon. A használt háztartási sütőolajat elszállítják a gyűjtőhelyekről, és bioüzemanyagot gyártanak belőle. De felhasználják a tisztított zsíradékot szappanok, kozmetikai szerek alapanyagához is, a visszamaradt száraz anyagokat pedig elégetik. Egyébként a töltőállomásokon leadott használt olajat a későbbiekben a Biofilter ZRT gyűjti össze, tisztítja, majd ezt eljutatja a komáromi üzembe, a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bioüzemanyagot gyártanak belőle. És ennek köszönhetően a környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított környezetbarát termék lesz belőle, amelyet aztán a MOL százhalombattai finomítójában újra felhasználunk biokomponensként a gázolaj gyártásához. Az elmúlt években egyre népszerűbb a használt sütőolajgyűjtés. 2011 óta összesen 2,3 millió liter gyűlt össze, ez megközelítőleg 2100 tonnát jelent. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében 2020-ban 50 tonna használt sütőolajat adtak le a megye töltőállomásain.